csodálatos játék lett a régi jó. Jobb lesz, mint a déli bogyók. Állj meg, pici, most hova mész? Itt a két Pesti utca zenész. Csokoló! Szevasztok, mindenki sok szeretettel üdvözlünk a Vörösmarty térről! Jaj, de szép a kis karácsony! Bevertem a térkalácsom! Váci utcán hasra estünk, úgy imádunk Budapestünk! Zoli, szerinted itt a belvárosban rajtunk kívül van magyar? Há hogyne, a nagymamám ott megy előtt! Váci utcán zöld gatyában sétál egy arab, McDonald-tól az Annáig van vagy 100 darab. Jó nagy kötek pénz van nála, nem pedig hasis. 100 dollárból 98, tuti, hogy hamis. Uda nézd, valaki beledobott a gitártokba 10 márkát. Te, ez hamis. Hát az meg te honnan tudod? Megismerni a márkát cifra nyomásáról, vízjeléről, fémszáláról, robogós hangjáról. Ez például eredeti, belekötni bajos, de nem értem a Goethe helyét, miért van Kossuth Lajos? Magyar, forint kemény, ingyen csúlyogató! Azért bízik Jóska Pista, mert a kupa optimista. Gyere, forint a mérubelt veszek, ha egy kicsit hülye leszek. Gyere, ha megnyerem a hatos lottót, meghívom a Habsburgottól. Gyere, a süt palac sose visi, csókolom a kupa visi. Rendeletet hozott az állam, ha valutád van, lobogtas bátran. Így akik eddig rázták a rongyot, hazaviszik a dollárboltot. Adidas trikó, Adidas nadrág, forintért olcsóbb, de a snob felvág. Mert neki attól jó a kedve, a márkás gatyából ló ki a segge. Na-na-na, ide vele, na-na-na, egyetene, na-na-na, ha akarod, na-na-na. Uram, ugye jól esik itt ücsörögni a pálmafák árnyékában a vízparton. Köszönöm kérdést, hogy igazán jól érzem itt magam önöknél. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy jól érzi magát nálunk. Ne haragudjon, uram. Szabadna valamit kérdezni? Hogyne. Csak azt szeretném kérdezni, hogy itt önöknél a vízben vannak krokodilok? Nincsenek. Jaj, nagyon-nagyon köszönöm akkor. Azt hiszem, hogy talán megfürdök. Köszönöm szépen. Kis csacsi, hát ahol cápák vannak, ott nincsenek krokodilok. Mert állami körökben az az általános nézet, hogy minden egyes magyar gyerek szereti a pénzet. És ez nem csak a féle magánvélemény, az OTP szerint is ez tény. Mert minél inkább beteszed, annál inkább bennmarad. Ezért aztán kiveszed, maszekboltba beteszed,
hull a pénz adózik, zigzik, amaszek rápázik, zigzik, oly nagy az adója, hogy rám megy a gatyója. Vagyok, nem lopom a napot, dolgozik a csacsika család. Arcom virus, szemem ragyog, kumbe nagyon éhes vagyok. Apósom ki szép nagy ember, erős is, mint hatökör. Megjelenik minden reggel, két kezében négy vödör. Vödreiben 1000 kolbász, ezt hozza a piacról. Sógorom, mint ügyes hordár, pékolt elé leparkol. Jobb kezemmel egy kapcsolás, izzik a sok rudacska. Már is jön az adagolás, kifrit húz rá Juliska. Anyósom a vevőt nézi, bizalmasan mustrágatja. Mellette meg ott áll rézi, kecsöpöt és mustárt tartja. Kedves vendég, mit is óhagy, mustárta vagy kecsöpöt? Az meg szegény nagyon sóhagy, mert a kecsöp lecsöpök. Mi az, hogy nem itt? Mi az, hogy itt velem nem? Itt a kamion, itt a gyered, bászunk be alá gyorsan. Mi ez szép? Jaj, te gyönyörű, gyönyörű vagy, úgy kiváló. Jaj, ne törődj semmivel, nem lát meg senki. Jaj, jól csinálod. Jó napot kívánok, gépjármű ellenőrzés. Mi csinál maga itt? Semmit, biztos úr, csak meghúzok egy anyát. Húzta volna meg a kéziféket, hát nézze meg, hol áll a kamionja. Surranó kis árnyak, a palikra várnak, sicsúgy, dirdur. Van köztük egy góré, annak jár a lóvé márka. Dollár, kicsin szívük reszket, mint hiába. Ha adó ellenőr jön a kuplerájba. Ez az égház, bordélyház volt hajdan, a régi tulaj nyakig van a bajban. Visszakapná, de nem kéri a házat, a szép bordélyból nagy kupit csináltak. Édes fiam, jól tetted, hogy eljöttél a templomba gyógyni. Ugye te hazatelepültél Amerikából? Kibelezett számítógépekből csináltál egy egyszemélyes KFT-t, ugye? Édes fiam, te 10 millió forint bankkölcsönt vettél fel, ugye? Édes fiam, az anyád jó isteni, nem sül ki a szemed? Kijátszottad a törvény? Hogy találtad meg ezt a kiskaput? Mert én vagyok Misu, a világ legkisebb embere. Olcsó! No, Feri fiam, megint miért jöttél? Gyuri szeretnék, atya. No, és mi a bűnöd? Jujjujj, hát paráználkodtam, atyám. No, csak nem a gyógyszerész nével? Nem, atyám. Hát akkor a mészáros nével? Nem, atyám. A bögyös presszos Julival? Nem, atyám. Hát a teherész lányom? Nem, atyám. Hát akkor miért jöttél ide? Csak a címekért, atyám. A kultúra templomába, csóróság van mostanába, jövőre itt mi lesz vajon, színháza vagy masszázszalon. Könnyed, uram, hogyha meghallgatta minket! Köszi, ez a szemembe ment.
parlamentbe te mész, csak ott lesz már színész. A darabot a csurka majd megírja, rendezi az Antal Show, neki a gónya, ott tele lesz a néző bugyogója. Magyar pusztán Tordján Józsi vígan lovagol, kárpótlási egy van nála hátul valahol. Ejnye te Józsi, jól tudod te azt, ügyvéd voltál, az is maradsz, nem pedig paraszt. Sok pénzt hoznak az állam kasszának, ha a parlamentből dipsót csinálnának. A jó műsorra megtelne a kassa, ahogy a Kádár Béla, a Kupa Mihály kapacitája. Interpelláció lényeg elsősorban a kisgazdag felé irányul az átülések. Parlament ülésterem, a türelem rizsát terem, szempilla elnehezül, van ki már fél seggen ül, a hátsó sor a legjobb hely, lekókadott minden fej, a tisztelt ház elaluszik, közben a rendszer röntögeti. Aludj, aludj, aludj. Ne aludj! Megszavazzuk! Kedves utasaink, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök az erdei repülőjárat fedélzetén. Ön, kedves varjú, óhajt egy kis viszkit? Kár, kár, utálom a viszkit, te hülye, vidd innen a francba, kár, kár. Ó, de kis szemtelen, és ön, kedves medve úr, óhajt egy kis viszkit? Nem kérek ilyen büdös lábvizet, te hülye ló, vidd innen a francba. Mint látják, kedves utasaim, utastársaik nagyon-nagyon szemtelenek, ezért kénytelen vagyok őket ezennel kidobni a repülőgépből. Kár, 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 te mondd, Maci, te is tudsz repülni? Én nem tudok. Te mondd, akkor minek szemtelenkedsz a stewardesszel? Kár, kár, kár. Szegény Jelcit mindenki csak úgy hívja, hogy a medve. Hát ha ő medve, akkor ez a szegény Katona Tamás. Katona Tamás bajsza miatt olyan, mint a fóka. Tamás Gáspár olyan szőrös, mint a sarki róka. A Jeszenszki a világban röpköd, mint a fecske. Mégis, mikor nyilatkozik, mekeg, mint a kecske. Botos katóba csirta hangján betölti a termet. Csak azért is csókolom-e kedves állatkertet. Hát jajba, kisgyerek, hát milyen szép nagy lovad van. Szép a kese, mi? Gyönyörű, mondd eladó. Hát persze, hogy eladó. Hát add ide egy kicsit a kotta a szarat, kipróbálom. Próbálja. Hát ide figyelj, te be akarta engem csapni? Éj, ne. Hát persze. Hát ez a ló neki ment a falnak, ez vak.
Ez vak, dehogy vak. Hát ha nem vak, akkor milyen? Bátor! Hát jaj, ma kisgyerek, milyen régen nem tanálkoztuk? Hál' Istennek! Hát ne csináld, milyen szép nagy lányod van, jó nagy cipője van. Igen, hát azt tudod, jó, mert nehezen dől fel. Hát szép nagy melltartója van neki. Kell az, abba szoktunk krumplit hordani néha. A feje is olyan, mint egy lámpabúra. Ha viccelsz, hát azt használja sapkának. Nincsen eladó sorba. Hát azt még nem, de lizingelni már lehet. Jó sok búza termett nálunk a nyáron, de nem tudtuk átvinni a határon. Ha megnyílnak a határok, megijönnek a tatárok, ja Istenem, abból lesz a baj, 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 baj. Odaadjuk az oroszoknak, mielőtt még itt leszoknak, ja Istenem, abból lesz a baj. Jaj, erigy neki, szaladj neki, mi már tudjuk, mi kell neki. Három vagon, békepipa, hadd ossza szét a gorbika. Szlovákoknak papírdudát, azt fújják meg ne a Dunát, azt fújják meg ne a Dunát. Erigy neki, szaladj neki, mi már tudjuk, mi kell neki. Hopp, hej, hopp! És uraim, és most mindenki láthatja egy világhírű báb előadás keretében, hogy bánni kell Vitéz László a suvickos képű ördögfajzattal. Én vagyok az ördög, te Vitéz László, azt mondod rám, hogy suvickos képű? Igen, és különben is menj arrébb, mert itt van a határ, érted? Egy freszt, nem ott a határ, hanem itt a határ. Mondom, hogy itt a határ. Nekem azt mondták, hogy itt a határ. Nekem meg azt mondták, hogy itt. Akkor nesze! Jaj! Nesze! Jaj! Nesze! 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 Jaj! Aj! Látjátok, gyerekek, mi nem tanulunk, ebben a játékban csak bábuk vagyunk. De mit tehetünk? Csíptek és rúgtak, és megharaptak, de minket kemény fából faragtak. Mit tehetünk? Hát dobjuk össze a fa fejét. Papa Gyuri bácsi azt a kutya pályát, úgy veri az asztalt, mint tót az anyukáját. Sós burgonya vese belővel, hú, de cserélnék a képviselővel. Egy óra munka, meg két óra lihegés, nyolc óra szarakodás. Egy óra munka, meg két óra lihegés, nyolc óra szarakodás. Hölgyeim és uraim, kérem most nagyon figyeljenek, Misi barátom egy nagyon fontos információt közöl önökkel. Ne vérkedj már, Zoli, én csak azt szeretném mondani, hogy gyerekek, fordítsátok meg a kazettát, mert mindjárt lejár.